önkifejezés és révülés, nekem ez nagyon fontos. Fény és valami kemény beállás. Nem udvarias szemvelgés, nem valami remekül időzített rutin teljesítmény, hanem beállás, odatevés, azt mondjuk, hogy révülésem után erre voltam képes. De nekünk létszükség lehet mondjuk, olyan dolgokat tud elmesélni, ami szóban nem megfogalmazható. Hát egy életforma, életcél, nekem legalábbis. Hát a valóságnak, illetve az érzelmeknek a megjelenése szerintem. Hát ez erre nem lehet gyorsan válaszolni. Az az önismeret és a világ megismerése eszköze. Megismerésének és megismertetésének szerintem. Hát ezen már én is gondolkodtam. Elsősorban a hivatásomnak tekintett valami. Másrészt a kultúrának az a része, ami a szemen keresztül kerül hozzánk, és változtat minket jó vagy rossz irányba. Én azt gondolom, hogy semmiképpen nem ábrázolás, hanem mindenképpen egy világfelfogásnak a manifesztációja. Élet. Hú, hát ez nagyon nehéz. Színnel való munka. Önmegismerési forma. Az minden ember megszentelt terének az a helye, amire csak ő alkothat. Én így gondoltam. Húha, hát ezt versbe fogom elmondani, ha majd a megnyitom. József Attila verse, gyönyörűt láttam, részlet. Gyönyörűt láttam, édeset. Elképzeltem egy gyenge rózsát. Elbánszkodtam, s rám esett, mint nagy darab kő a valóság. Ám ez a kő is képletes. A legjobb, ha mindent kimondok. Így oktatnak ügyeletes és tanulságos napi gondok. Bori, szerinted mi a festészet? Hű, hát ezt nap mint nap próbálom megfogalmazni a diákjaimnak, amikor tanítom őket. Úgyhogy, hát igen, ott is arra jutunk, hogy nehéz erre egy választ adni. Hát alapvetően szerintem az, és emeljük művészetre, tehát amikor művészet a festészet, amikor valaki magas színvonalon bemutat vagy egy külső, vagy egy belső élményt, vagy a kettőt együtt festészeti technikák segítségével. Könnyebb kérdésed nincs. Mi a festészet? Hát mi csak 50 éve csinálom, és nem nagyon tudom pontosan, hogy mi a válasz. Nyomot kell hagyni, nagy dráma. Valami érintetlen felületen kell olyan nyomot hagyni, hogy ráadásul meg is ismerjék, hogy az te voltál. Mi a festészet? Fogalmam sincs. Én nem festek. A festészet, azt tulajdonképpen én is most hallottam, hogy a világról tapasztalt érzett dolgoknak valamiféle megjelenítése, egy vélemény is, meg egy önkifejezés is. Nem tudom különben, hogy mi a festészet, tényleg nem tudom. Passz. Nem tudom. Jába tartod itt. Azt szeretnénk tőled ma este megkérdezni, hogy mi a festészet. Hogy mi a festészet, ezt bővebben ki fogjuk fejteni Garami Grétával, művészettörténésszel, én jó magam festőként, és a többi festőkért egy picit visszük a zászlót, 13 éve a Magyar Festészet Napja zászlaját, ezt az ünnepet, és megpróbáljuk körbejárni, hogy hogyan lehet közösen gondolkozni,
optikai, vizuális vagy belső látás szempontjából szót érteni a világ legnagyobb vagy a legegyszerűbb, legkisebb dolgairól is. Úgyhogy szeretettel várunk mindenkit a beszélgetésre majd október 16-án az Óbudai Művelődési Központban.